Jó reggelt! Szeretettel köszöntjük a nézőket a Pax TV csendes percek műsorában. Társas lények vagyunk, nem egyedül éljük az életünket. Ez nagyszerű dolgokkal jár, de nagyszerű kihívásokkal. Ez magába foglalja azt is, hogy nem csak feledítő kapcsolataink lehetnek, hanem olyan kapcsolataink is, amiben meg vagyunk próbálva. Ne talán nem tudjuk megoldani azt a helyzetet, ne talán régóta rajtunk van egy olyan feszültség, kapcsolati feszültség, vagy saját gondolatainkban merülünk el úgy, és aggódunk úgy, hogy terül lesz az életünk. És túl azon, hogy ez a vérnyomásunkra, egészségünkre kihatással van, kihatással van arra is, hogy hogyan válaszolunk erre. Tud-e építő lenni az a gondolkozásmód, hogy az a kap kapcsolati rendszer, amiben vagyunk? Ha elragadtatjuk magunkat, és a higgadságot, mint olyat nem tudjuk megélni, akkor van egy olyan veszélye, hogy kicsüsszik kezünkből az irányítás. És ezért mondja az ige, hogy a higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. Úgy tűnik, hogy a higgadság sokkal inkább, talán ma leginkább szüks, hiányzik, de egy kicsit járjuk körbe, hogy hogy lehet ezt megélni. Mi a jó abban, hogyha higgadt tudok lenni? itt az ige arról beszél, hogy olyan a higgadság, mint egy villámhárító. Elhárítja az indulatokat. Ugye mindenkinek tele van a szíve valamilyen indulattal, és sokszor nem is arról szól egy konfliktus, hogy mi történt, hanem hogy milyen indulatok cserélnek gazdát. Gondoljunk arra, hogy mi történik a 4-es 6 reggelente. Ugye, ha valaki negatív érzésekkel, frusztrációval, haraggal, keserűséggel telve felszáll a villamosra, és ott hozzáérünk, akkor már az a lelkület, az az indulat próbál bennünket is megérinteni, és, és rajtunk keresztül is tovább haladni ebben a világban. Ezért fontos az a döntés, hogy bármi is történjen velem ma, a kis dolgok, vagy nagy dolgok, lényeges vagy lényegtelen dolgok, higgadtan fogok rá reagálni. És ezt előre kell eldöntsük. Mert olyan a higgadság, mint egy villámhárító. Ugye egy villámhárító Nyári viharban óriási energiákat képes elnyelni. És hogyha ha megtermem, ugye a, a lélek gyümölcse az önuralom. Hogyha hagyom, hogy a Szent Lélek megteremje ezt bennem, a legegyszerűbb, leghétköznapibb helyzetben is, akkor én lehetek az a, az, az ember, aki, aki levezeti azokat az energiákat. Nem nekem kell benyelni, nem arról van szó, hogy én legyek az, aki mások problémáit maga Átveszi, hanem átadhatjuk ezt az Istennek, vagy egyszerűen nem is kell felvegyük, tovább mehetünk. És ezért tanácsolja ezt Salamon, hogy a bántó beszédek helyett inkább higgadtan reagáljunk. Nem véletlen az, hogy nagyon gyakori a világban ma ez a, ez a fajta beszédmód, a bántó beszéd. Hiszen a beszédben ugye van egy olyan fajta lehetőség, hogy a beszédem által leuralhatok ember. Embereket. vagy rögtön egy olyan pozícióba tehetem magam a legegyszerűbb hétköznapi interakcióban is, a másik emberrel szemben, hogy azzal éreztessem, hogy én felette állok, hogy én vagyok az, aki bántani tudom őt. És ezért használják az emberek az ilyenfajta agresszív kommunikációt ösztönösen is az életükben. És sokszor úgy tűnik, hogy ha én higgadt leszek, vagy nem válaszolok vissza, akkor az egyfajta veszteség. De ez, ahogy más helyen Salomon mondja, hogy aki uralkodni tud önmagán, az nagyobb hatalommal bír, mint aki várost hódít. Óriási erő van, a mindennapi életünk minőségét befolyásolja az, hogy tudunk-e higgadtak lenni. A higgadság abban is segít bennünket, hogy az igazságkeresésünk helyett a kapcsolatunkat tegyük előtérbe, ne a kapcsolatokat kockáztassuk, hanem a higgadságunkkal tartsuk mederben a kapcsolatainkat. Az igazság pedig egy higgadt légkörben sokkal kényelmesebben átbeszélhető, sokkal gyümölcsözőbb lesz. Még egy idézetet hadd mondjak, a tudós ember vagy a bölcsember takaros, takarékoskodik a beszédével. És aki értelmes? Az híg A higatlélek nem ragad ránk, nem generációs generációnként követ bennünket minden helyzetben, minden életkorban tanulnunk kell. Meg kell értenünk, hogy ha nem kezdjük el, akkor mindig az érzelmeink fognak felülkerekedni egy vitás helyzetben, és ha felmutatom az igazságomat, mert én voltam hangosabb, vagy én voltam erősebb, attól még azért lelkem nem jön helyre. Ha elengedem az igazságomat, a higgadsággal visszakapom annak a lehetőségét, hogy az igazságomról két oldalon tudjunk beszélni majd később. Ha elfogy a fa, kialszik a tűz, ha nincs rágalmazó, megszűnik a viszály. Néha ennyire egyszerű higgatnak lenni, hogy abba hagyom a rágalmazást, abba hagyom a vitát. Nem azért, mert hogy nem szeretném, hogy ne nekem legyen igazam, hanem egyszerűen azt látom, hogy ez fogja a másikat építeni, és engem is arra bátorítom magamat, magunkat, hogy próbáljuk ki a higgadt kapcsolatokat, és azokban a kapcsolatokban, amikben nehezen boldogulunk, a higgadság bölcsét esz.